A vadbalesetekről és azok megelőzéséről beszélgettünk a Karcagi Rendőrkapitányságon Tóth Éva őrnaggyal és dr. Zsembeli Józseffel, a Nagykun Vadász Társaság elnök helyettesével. Az úttesten átszaladó vadakkal, őzekkel, nyulakkal, esetleg rókákkal való ütközés balesetnek számít. Mindenképpen be kell jelenteni a rendőrségnek. Mi is észrevettük, tapasztaltuk, hogy ebben az időszakban megnövekedik a vadelőzéses balesetek száma. Megyén átutazva ebben az időszakban gyakran tapasztalhatjuk azt, hogy az úttesten megfordulnak őzek, nyulak, így átszaladnak hirtelen az úton a közlekedők előtt. Az utak mentén jelzőtáblák jelzik azokat a helyeket, ahol számítanunk kell vadon élő állatok megjelenésére. Sajnos vannak olyan esetek, amikor az ütközés már ugye nem elkerülhető, bármennyire odafigyeléssel is vezetünk. Legtöbb esetben komoly károkat okozó anyikáros balesetek következnek be, de sajnos vannak olyan esetek is, amikor személyi sérüléssel történik a baleset. Ütközés esetén biztonságos helyre kell leállni az autóval, az elakadás jelzőt bekapcsolni és háromszöget kihelyezni az útra. A közlekedés biztonság szempontot figyelembe véve lehetőség szerint a felőző vonal mellett közlekedjünk, így hamarabb észrevesszük a úttest színén átszaladó őzet, és akkor reagálni tudunk a baleset elkerüléséhez. Vad riasztó felszerelését javasoljuk még a közlekedőknek, illetve mindenki figyeljék az út mellett elhelyezett közúti jelzőtáblákat, hiszen ezek erre a veszélyre figyelmeztetnek minket, illetve hogyha látjuk az út mellett a szántásba, vetésbe legelésző őzeket, akkor számítunk arra, hogy az úttesten is meg fognak jelenni. Régi keletű komoly probléma a vadbalesetek ügye a társaságunknál is. Ezt már dr. Zsembeli József mondta. Minden évben szembesülünk azzal, hogy ezek a veszélyes üzemek találkoznak, gondolok itt ugye a gépjárművekre, illetve a vadállományra. Elsősorban ez a mi területünkön, az őzet érinti. Először is azt elmondanám, hogy mi is az oka annak, hogy ebben az időszakban különösen nagy számban előfordulnak ezek az esetek. Tudni kell az őzről, hogy egy olyan vadfaj, amelyik a területét védi, területet foglal el, úgynevezett territoriális viselkedése van. Ez különösen ugye a bakokra vonatkozik, amelyek megpróbálnak ugye több sutát a területeken tartani. Most a bakok, miután március-április tájékán elfoglalták a területüket, azt védik. Különösen a fiatal bakokkal szemben, az ilyen 1-2 éves bakokat még el is tűrik egyébként a maguk környezetében, viszont azokat, akik már ugye vetétásként jelentkeznek majd a szaporodás folyamatában, azokat elzavarják a területről. El lehet képzelni, hogy hogyha ez a terület egy forgalmasabb főútvonal közelébe esik, mint jelen esetükben ugye elsősorban a Madarasi útra, illetve a 4-es számú főútvonalra gondolok, akkor az az őzbak, amelyek az a fiatal bak, amelyeket zavarnak, zargatnak, az nem lesz tekintettel a közlekedésre. Hozzá kell még azt is tenni, vagy tudni érdemes azt is, hogy ezekre az ütközésekre általában a kora reggeli, hajnali órákban, illetve szürkületkor este kerül sor, ugyanis az őznek az életmódja ilyen, hogy akkor aktív, napközben általában azért pihen, elfekszik, kérődzik, de többször azért feláll enni, éjszaka folyamán is táplálkozik, de a mozgalmas, az aktív időszakának a periódusa az a késő esti órákra, illetve akkor a reggeli órákra tevődik, amikor ugye a látási viszonyok sem ideálisak, és ez is bizonyos, hogy közre játszik ezekben az ütközésekben. Május környékén és július végén, augusztusban fokozottan figyeljünk a vad veszélyjelzőtáblákra. Valaki észleli, hogy a vad ugye a közelében tartózkodik, az út mellett messzebbről meglátja, megcsillan a szeme a reflektor fényében például, akkor nyilván lassít, megpróbálja elkerülni. Az esetek többségében pont arról van szó, hogy váratlanul ugrik az őz elé. Tehát az őzek nem úgy viselkednek, hogy most tudják, hogy ez egy veszélyes útvonal, és óvatosan megközelítik, nem akarok humorizálni, de szétnéznek, és a gyalogos átkelő helyen átkelnek az úton, hanem éppen azért, mert zavarva vannak, zavarodottak, hirtelen ötlettől vezérelve menekülnek. És ilyenkor sokszor, hogyha ugye az útvonal mellett még egy árok is van, akkor onnan kiugorva nagyon későn lehet észlelni ezeket az állatokat.
Ilyenkor már nincs akkora reakcióidő, hogy ez sokszor ugye elkerülhető legyen. Tehát előfordul. Tehát én mégis úgy gondolom, hogy ebben az időszakban, tehát itt a április-május környékén, amikor a területfoglalás zajlik, amit említettem is az előbb, fokozottan figyeljünk az ilyen útszakaszokon, vegyük komolyan a vadveszélyt jelző táblát, mert azok nem véletlenül kerültek oda éhezésre. Itt meg kell jegyeznem azt is, hogy ugye a vadásztársaságok, így a Karcagi Nagykomorásztársaság is különös tekintettel van arra, hogy melyek azok az veszélyes útszakaszok, és már mi évek óta kihelyezzük, vagy kihelyeztetjük azokat a vadveszélyt jelző táblákat, ahol tudjuk, szakmai szempontból is indokoltnak látjuk, hogy erre a veszélyre felhívjuk az autósoknak a figyelmét. És befejezve az előző gondolat, mert hát a másik ilyen időszak, az pedig ugye a július vége, augusztus közepéig tartó vizekedési időszak, amikor szintén elég elvakult az őz, és esetlegesen megy, keresi a párját. A bakok versengenek, ilyenkor is fokozottan figyelni kell. Ha megtörténik a baleset, a rendőrök értesítik a vadásztársaságot, és fővadász intézkedik, mert a vad az állam tulajdona, azt nem lehet elvinni a területről. A rendőrség, a rendőrök hivatalból értesítik a területileg illetékes vadásztársaságot, és akkor a hivatásos vadászok, a fővadász intézkedik. Mindenképpen hangsúlyoznom kell, hogy a vad az az állam tulajdona. A vadászatra jogosult jelenségben, hogy a vadásztársaság ugye csak felügyeli, gazdálkodik ezzel a vaddal, de nem lehet elvinni a vadat a területről, azt mindenképpen be kell mutatni. Hogyha esetleg úgy alakul, hogy a vad elugrik, csak megsérül, nem maradott helyben, akkor érdemes esetleg ott a helyszínen fotót készíteni, megjegyezni azt, hogy hol tűnt el, mert sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az őz is egy elég puha vad, idézőjelesen, és ezeket az ütközéseket a legritkább esetben élik túl. Sokszor, hogyha nem találják meg őket, akkor nagy kínok között szenvedve pusztulnak el a belső sérülésektől, a belső sérülések miatt ezek az állatok. Úgyhogy ez senkinek sem szerencsés a történet, veszélyes üzemek találkoznak. Ha a vad elugrik, csak megsérül. Érdemes a helyszínen fotót készíteni, megjegyezni, hol tűnt el, hogy a vadászok megtalálják, kéri a szakember, aki azt is elmondta, ma már a vadásztársaságok nem kötelesek megtéríteni a vad baleset okozta kárt az autósnak.